Sziasztok! A sorok következő frakció videóban az osztrákokat fogom megmutatni, a Habsburg királyságot tulajdonképpen. Mit is érdemes előjáróban tudni az osztrákokról? Az osztrákok egy nagyon jó kiegyensúlyozott, kezdőknek is ajánlott nép. A parasztjuk 100%-kal több hitponttal rendelkezik, mint az összes többi népnél, vagyis 100, viszont elfoglalhatóak ezek a parasztok, de ha van mellettük pikás, akkor hát tulajdonképpen jó ütőerővel rendelkeznek. Az osztrák gyalogságra rátérve. Háromfajta gyalogságuk van az osztrákoknak, a pikeman, mint láthatjátok, ez megegyezik a alap pikásokkal, viszont van egy egyedi egységük, a rancsír, ez tulajdonképpen egy kardos pajzsos egység, kicsit gyengébbek, viszont a gyártás idejük viszonylag alacsony, 3,9 másodperc, itt tulajdonképpen a török Algier Light Infantry-val vetekszenek, jó kis spam egységek tulajdonképpen, míg a háttérből kilövik az ellenségeket. A viszonylag erős 17. századi muskétások, ugye, ők védelemben tűnnek ki, a többiek közül viszont a gyártási idejük sok, 18,75, körülbelül mint az ukrán szeldzsukoké. Csak, hát igen, ugyanannyi tüzerővel rendelkeznek. Az osztrák pap 20-as, 20-as gyógyítással rendelkezik, ennek köszönhetően ugye az átlagot hozza. Lovasság terén. Ugye lovasságnál megtalálható a Rider, amit itt Ridernek hívnak, megtalálható a Kroát, vagyis a horvát könnyű lovas, a 17. századi dragon, a cuirasszír, a huszár és a 18. századi dragonyos. Mivel a kroátot, vagyis a horvát könnyű lovast a játék elején, tehát a 17. században már elérhetjük, és viszonylag olcsó a kifejlesztése, legalábbis a huszárokéhoz képest, ezért érdemes őket használni a játék kezdetétől fogva, viszont mivel nem olyan ütőképesek, amikor már kifejlesztjük őket, ezért érdemes más lovakkal kombinálni. Igazából a legjobb, amikor 18. századi dragonyost gyártunk mellé. 18. századi gyalogság. 18. századi gyalogság terén a 18. századi pikeman, a 18. századi muskétás, a gránátos, a dobos, illetve a tiszt. Ugye a dobos és a tiszt megtalálható természetesen a 17. századi baragba is. És viszont itt átugrottam az egységek, ő pedig a pandúrok. A pandúrok alapvetően, ugye hát mondjuk meg őszintén egy magyar egység, horvát eredetű szóból eredve, nálunk volt tulajdonképpen nagy keletje a pandúroknak, de itt lényegtelen. A pandúrok egy nagyon jó kis egység, viszont mivel bajonetterem rendelkeznek, csak lövészek. Érdemes muskétásokkal együtt használni. Ezeknek nagyon jó a lövésük, sokkal jobb, mint a muskétásnak vagy a gránátosnak, viszont a 18. századi dragonyoshoz nem érnek fel. És még jobbak a 17. századi muskétásoknál, így érdemes a pandúrokat is gyártani az osztrákoknál. Ez nagyon jók. Ágyuk terén nincs változás, ennél a népnél is elérhető a multibarrelet cannon, ahogy a lengyeleknél. Az ágyuk ugyanannyiba kerülnek. Ezeknél nincs különösebb korlátozás. Osztrákoknál a tengeri hadviselés az átlagnak felel meg, halászhajó, kisjakt, szállítóhajó, gája, fregat, illetve ship of the line érhető el. Ez az átlagos, tehát ebben sincs eltérés. Az osztrákok, mint említettem, ajánlom a kezdők számára. Jó kiegyensúlyozottak, és lényegében ennyi. Ennyi. Tehát velük nem kell az elején a túléléssel játszani. Igazából nem is egy nagy spammer nép, mint mondjuk a török és a Algír. Ők egy kiegyensúlyozott, minden helyzetnek megfelelő, ellenállni tudó nép. Ez újfenn kihangsúlyozom, hogy ez egy általános bemutató videó. A számadatokat tartalmazó cikket majd később fogjuk publikálni a kozák3blog.hu
Addig is további jó játékot kívánok, sziasztok!